Amint meghalljuk egy kontextusban a határátkelő és a nyár szavakat, szinte biztos, hogy mindenkinek a hosszú sorok, a dudáló autósok, a türelmetlen utasok jutnak először az eszébe. Főként azoknak, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, vagy fordítva. Ezen a kellemetlenséggel szeretne változtatni a szerbiai belügyminiszter, aki vasárnap délelőtt a horgosi határátkelőn mérte fel a helyzetet. Ovi ljudi rade svoj posao požrtvovano, trudit ću se da svim onim što kao ministar mogu da uradim da im olakšam taj posao i hoću da im se još jednom zahvalim na tome što kroz svakodnevni operativni rad štite našu državnu granicu. Imali su ogroman posao sa migracijama koji su radili perfektno i to ceo svet priznaje. A migráns hullám nagy eséllyel fokozódhat a nyári hónapokban, és a határátkelőkre is nagy teher nehezedhet az előttünk álló hónapokban, emelte ki a miniszter. U razgovoru sa mojim kolegama iz granične policije govorili smo se naravno o nekim ključnim aspektima rada i oni će predložiti novu sistematizaciju koju ćemo razmatrati tokom leta koje bi trebalo da omogući da policija bude efikasnija. A belügyminiszter kiemelte, a határrendészek új egyenruhákat is kapnak a közeljövőben. Ezt köszönete jeléül adja nekik, hiszen egyre sikeresebben lépnek fel a korrupció és más bűnözési formák ellen is. Szombaton például több mint 30 kg-nyi narkotikumot talált a hatóság a horgos-röszke határátkelőn.